Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok rájátok, mert tényleg figyeltek, és ugye ígértem, hogy ebben a videóban fel fogom olvasni azoknak a nevét, akik eltalálták, hogy a képernyő közepe nevű videóban hogyan változott meg a játékom, és sikerült végül összeszednem a készülékeket. Elsősorban el kell mondjam, hogy mindenkinek nagyon-nagyon jó meglátása volt, amúgy, hogy mennyiben változott és miben változott a játékom, de egy bizonyos pont volt az, ami azt hiszem döntőnek szántam, illetve döntő volt ebben az egészben, és arra az egészre gyakorlatilag az egyik legpontosabb választ Bokor Bence adta meg, hogy szerintem a CSS és EGG gombokat egyszerre nyomom le, és igen, az volt a trükk, hogy egyszerre nyomtam le a két gombot gyakorlatilag az egéren, és egyszerre lőttem és széloztam, de Danny Games, ő eltalálta, ugye ő régi kolléga, ő eltalálta, hogy mire gondoltam, ugye Goda Áron eltalálta, mire gondoltam, hát Bokor Bence egyértelműen eltalálta, hogy mire gondoltam, és amúgy sokan-sokan azért még úgy eltalálgattátok, de mindenkinek alapvetően egy jó meglátása volt a történetről. Viszont ugye ennek a videónak Akarat és kétségek a neve, és erről szeretnék beszélni egy kicsit, hogy mennyi köze van ennek az egésznek a játékvilágon belül. Nos, azért már MV3 óta nagyon-nagyon-nagyon sok Hogyan játszunk jobban videót töltöttem fel. És sokszor még magam is meglepődöm, hogy tényleg még van mit beszélni ezzel kapcsolatban, és sok levél jött azóta, hogy köszönitek, hogy működött, hogy beváltak a módszereim, és ez nekem nagyon-nagyon-nagyon jól esett. Ám ott azért egyet nem tudtok, hogy akármennyi videót is töltöttem föl, nagyon-nagyon belső titkokat sosem mondtam el. Azokat a dolgokat, amikre a legjobban figyeltem azért, hogy jó játékos legyek, hogy jobb játékos legyek, hogy legyen valami, ami kiemel az átlag Call of Duty játékosok közül, és annó, és ezen az annó nagyon nagy hangsúly van, azért ezekre a dolgokra nagyon figyeltem, és döbbentem rá útközben, hogy fejlődtem a játékkal, és döbbentem rá, és egyre-egyre jobban kezdtem ezekre a dolgokra nagyobb-nagyobb hangsúlyt fektetni, mint arra, hogy fegyversebzés, mint arra, hogy a fegyver hogy rángat, hogy milyen távol van, és hogy kell csinálni a dolgokat. És most azért már, hogy már nagyon régóta taposom a Call of Duty pályáját, és eljött a COD Ghost, már 10. Call of Duty, és sok kihívás nem tartogat, annyira már nem is motivál a játék, és kezdek is kiöregedni gyakorlatilag, a reflexeim már nem a régiek, és akármennyire is nem szeretném, de a Call of Duty akkor is egy reflex játék marad. Szóval eljött a Call of Duty Ghost, és olyan dolgokat osztottam meg veletek videóban, ugye a Gamer Pszichológia második részében, továbbá a fizikai megközelítésben, ugye ahol egéről, célzásról, pályákról, én is sem tudom, miről beszélgettünk. Olyan dolgokat osztottam meg veletek, amikre, hogy azt mondjam, hogy képzétek el a tortát, van a torta, a hab és a cseresznye a tetején, na ezek a cseresznyék. Az a cseresznye, amit így belemártok a habba, és élvezettel megeszem a legédesebb cseresznyét. Ezek voltak azok a dolgok, amikre a legjobban figyeltem játék közben. És ezeket Ghostban, amióta ugye kijött a Ghost, elkezdtem veletek megosztani. Ezekről gyakorlatilag csak egy ember tudott eddig, hogy én így játszom, és ezekre figyelek, és ez az, ami segített abban, hogy jobb legyek. Azon kívül, hogy masszív órákat töltem bele a játékba annól. Szóval azért COD 4-ben van egy 1700 óra, ha nem több, és MV2-ben 2700 óra. Szóval ahhoz, hogy valamit megtanuljunk csinálni, ahhoz le kell ülni, és meg kell tanulni. Szóval tanulás, 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 mert másképp mindig is átlagosak maradunk, és most direkt nem játékról beszéltünk. Szóval, ja, kurva sokat kell foglalkozni azzal a dologgal, amit akarsz csinálni, mert ha nem, addig csak egy átlagos szintet fogsz megütni belőle. Nos, de most, hogy ugye már ennyi mindenről beszéltünk, megint csak volt egy lényeges momentum, amire én igazán úgy MV2 környékén döbbentem rá játékra, leszűkítve a dolgot. És ugye a videó címe az Akarat, kétségek és adrenalin lenne. És kezdjünk el egy kicsit a témáról is beszélni, és itt tegyük félre azt, hogy játék egy kicsit, és mindegy, hogy sportoló vagy hogy egy állásinterjúra mész, és vagy játszol, teljesen mindegy. Ezek a dolgok igazából működni fognak. Szóval beszéljünk most elsősorban az akaratról, hogy mit tud elérni
ez az apró kis szó. Nem tudom, mennyire mélyedtek bele a különböző tudományokba, de szokták ezt mondani, hogy ha valamit akarsz, akkor az megadatik, ugye? Szokták ezt mondani. Nos, ez kurva nagy igazság, hogy úgy mondjam. Szóval játékra leszűkítve a dolgot, hogy tudnod kell az, hogy akármilyen ellenféllel kerülsz szembe, ha akarod, és tudod, és bele táplálod magadba ezt a két érzést, ezt a két dolgot, hogy akarod, és tudod, hogy meg tudod, hogy le tudod lőni, le is fogod tudni lőni. Még akkor is le fogod tudni lőni, hogyha ő van előnyösebb helyzetben, és még előbb elkezd lőni. Akkor is le fogod tudni lőni. Azért fogod tudni lelőni, mert akarod, hogy lelőd. És ez a apró kis szócska, hogyha eléggé elhiszed, hogy így van, hogy te ezt meg tudod csinálni, ez csak egy játék, akkor meg is fogod tudni csinálni. Mert gyakorlatilag bármi, amit kigondolsz, az meg fog valósulni. Az egyetlen dolog, ami rajtad múlik, az, hogy el kell indulnod azon az úton. Szóval össze akarsz hozni egy Lokit, mondjuk Call of Duty Ghost-on belül, akkor akarnod kell, hogy összejöjjön, és szépen el kell indulnod azon az úton. Azokon az utakon természetesen, amiket mondjuk a Gamer Pszichológia 2-ben megbeszéltünk, vagy éppen a fizikai megközelítéseken, ezek mind azok, az a cseresznye volt, amit én a legjobban figyeltem játék közben. Szóval ezek voltak az én módszereim, és közben rádöbbentem mind ezekre a dolgokra, és a leglényegesebb dolog az, hogy akarat. Az, hogy tudom, hogy meg fog valósulni, akármilyen helyzetet állít előm a játék, meg fogom tudni oldani. És bevált, és jött. És amikor erre rádöbbentem, az anno MB2-ben, vagy erre igazán rádöbbentem, onnantól kezdve megállíthatatlan voltam, szóval bármilyen ökösséget kigondoltam, összejött. És meglett. Mert egyszerűen tudtam, hogy meg lesz, mert akartam, hogy meglegyen. Viszont, az a baj ezzel az akarattal, a legnagyobb baj az, hogyha már ilyen szinten megy a játék, és biztos, hogy sokatok már vagytok ezzel a szinten, ezzel párosul a beképzeltség is, úgyhogy a kettőt azért ne tévesszétek össze. Képzeljétek el, ha akkoriban videóztam volna, amikor erre rádöbbentem, volt egy korszakom, amikor nagyon, hogy úgy mondjam, büszke voltam a teljesítményemre, mondhatni így is, de hát milyen képet festette volna akkor. De azért már sok mindenem végigmentem Call of Duty-val kapcsolatban, így aztán még külső szemléletből tudok erről beszélni, és szeretném, hogyha elkezdenétek arra rákoncentrálni, hogy akard elérni a célodat, és ez nem csak Call of Duty-val kapcsolatban. És most itt áttérek erre a dologra, amikor már rádöbbensz arra, hogy mennyi mindent tudsz elérni csak azzal, hogy akarod megcsinálni. Van egy apró ellenség, és az pedig a kétség. Ha egy pillanatra is megfordul a fejedbe az, hogy te nem tudod lelőni az ellenfelet, még akkor is, ha te kezdtél el előbb lőni, ha te vagy jobban fedezékbe, még akkor is le fog tudni lőni. A kétség az ellenség, ami egy pillanatra, ha egy ezred másodpercig átfut a fejeden, már nem fog sikerülni az adott dolog. Szóval az a dolog, amit ki kell zárnod magadból, és igazából mindig ki kell zárnod magadból, az, hogy számodra csak egy létezik az, hogy meg tudod csinálni. Mert másképp nem fog működni. Egy pillanatnyi kétséggel adódik afelől, hogy ez neked nem megy, nem is fog menni. És anno, amikor gyakorlatilag olyan teljesítményt értem el Call of Duty-ba, hogy még én magam is meglepődtem azon, hogy úristen, hogy lehet ilyet, és rádöbbentem arra, hogy mennyi mindent el tudok érni azzal, hogy akarat, akkor jött az apró kis gondolat, ami megmotoszkált egy pillanatig a fejembe, hogy meddig tarthat ez a szerencse. És közben rá kellett jönnöm, később rájöttem, hogy nem szerencse volt, egyszerűen csak az volt, hogy meg akartam csinálni mindezeket a dolgokat. És mikor, miközben ugye bemotoszkált ugye a fejembe az, hogy meddig tarthat ez nekem vajon, abban a pillanatban, én azt hiszem, hogy legalább egy hónapig olyan statokat produkáltam, hogy volt olyan is, hogy 3 kill és 30 halál. És akkor így, mintha így kezdett volna lejjebb menni az önbizalom, és úristen, ez így nem lesz jó. És onnan megint csak fordítottam egy olyan pozitívumba, hogy hát álljon meg a menet, én nem így játszottam, én nem ez vagyok, én meg tudom azt csinálni, és megint csak elkezdett fölfelé menni ez az egész dolog. Nos, azt kell, hogy mondjam,
Ugye ez az egyik leges legfontosabb dolog, az, hogy tud és akar elérni, és az, hogy kétség olyan nem létezik. Bármit el tudsz érni, ha akarod. Nos, és most térjünk át egy kicsit a tudományok világába, ugye nem hiába írtam oda a címhez, hogy adrenalin. Az adrenalin lenne az a dolog, ami a legjobban megakadályoz a pontosságban, gyakorlatilag. Szóval adrenalint, ha termelünk, az jó. Tehát csak az a baj, hogyha túlzott adrenalin termelünk, az már nem jó, mert gyakorlatilag blokkolja. Az adrenalin blokkolja az izmokat. Nem hatalmas szinten, de van, akinek olyan szinten, ha adrenalinba esik, jön a pánik és leblokkol, egy helyben marad, és a többi. De hogyha adrenalin termelünk mondjuk játék közben, az blokkolja az izmokat, ezáltal már nem leszel annyira pontos, és higgadt sem, természetesen ezért forró fejjel nekifutsz mindennek, mert hogy azt hiszed, hogy működni fog. Ez egy ösztön, ha adrenalin termelődik, jobban aktivizálódnak az ösztönök, mint a gondolatok, így aztán többször fogunk halni, mert az adrenalinnak köszönhetően sajnos nem leszel elég pontos. Ez tudomány, ezt nem lehet kétségbe vonni igazából, ez van vele, úgyhogy mindig őrizd meg a higgadtságodat, nem hiába mondtam sok videómban, légy higgadt, nyugodj meg, gondold át a helyzetet, és próbáld minél lejjebb tolni az adrenalin szintedet, ha egy kevés van, az jó, de ha sok van, véged. Nos, ez például nekem az egyik legnagyobb akadály, hogyha túlzottan játszok egy nagyon jó játékot, lehozok minden killstreaket, az adrenalin szinte az egekben van, és meghalok. Legalább egyszer egymás után, amíg lenyugszom, és akkor újra elkezdek figyelni a játékra. Nos, adrenalin szinten le, akarattal föl, kétséget felejtjük. Köszönöm a figyelmet, Necroclean voltam, sziasztok!